Nekünk már nincs, akinek gyűjtsünk, akinek félre rakjunk. Meg ha gyűjtenénk is, akinek lenne, értitek, fizikálisan félre rakni. Hát nyilván nem ebből tenne el az ember, hát ez undorító. Mert megkapjuk ám, így megzobálod az adományokat. Következő videóban majd fogunk erről beszélni. Múltkor már fővezettem például csokoládék, majd elmondjuk, amiket például tőletek kapunk csokoládékat, hogy azokkal is mi a helyzet. Hát nekünk mondja a sok köcsög buzi, megzabálod az adomány. Mit te köcsög, bazd meg, mit? A kiólisztet? Vagy a rizst? Hát mit csináljak vele? Elmegyek a boltba, aztán majd megveszem saját magamnak. Hát azért gyűjtjük, hogy elvigyük másnak. Meg most úgy őszintén, a kiló kristálycukorral leszek gazdagabb. De most úgy őszintén, akik ezt mondják nekünk. Ugye megkérdezte a kis csávó, nem tudom, beszéltünk erről, mi a kvalitást? Meg hogy milyen arányba megy? Pazd meg, nézzél már bele a kosárba! Ott van egy fél kosár élelmiszer! Hogyan leszek belőle gazdag? Ha nem tudsz belőle pénzt csinálni, könyörgöm! Ha nincs élelmiszer boltom, amiben bepakolom, aztán eladom fű alatt, a számlákat meg majd csúnyiba elintézzük a nap felé. Ilyen nincs, basszus! És akkor neked kérdezi meg, hogy mennyit veszel ki belőle. Egy normális alapítvány nem így működik. Sokan ezt nem tudják, nem tudják. A normális igazi alapítványok úgy működnek, ahogyan a miénk is. Profitot te nem termelsz, ez nem vállalkozás. Ez nem cég, ez nem BT, nem KFT. Értitek, mit akarok mondani? Profit nincs. Minden, ami bejön, ki is kell mennie. Na, hát most ezt kiadtuk magunkból. Nyilván, aki tudta, annak nem annak szólt a videó. De azért szeretnénk az emberek figyelmét... Ja, bocsánat. Na. Kösben. Legközelebb tegyél rá egy rohadt lakatot. Hát már lehetne, leszel akarsz. Na. Csak szeretnénk felnyitni a kis szemeteket.